Nagy öröm számomra, hogy 2021. augusztus 1-e után egészen komoly látható jelei vannak annak, hogy a zeneművészeti képzésünk fejlődik. Eddig is fontos volt számunkra, egy üde ékkő volt a Miskolci Egyetem képzési palettáján, azonban úgy gondoltuk, hogy akkor kerül méltó helyére, hogyha önálló karrá tud válni, így 2021. augusztus 1-től nem mint Bartók Béla Zeneművészeti Intézet, hanem mint zeneművészeti kar működik az egyetemen. Két év alatt nagyon sokszor kellett hiányt szenvednünk a hasonló eseményekből, az élő koncertből, de itt is kárpótolt minket az, hogy a kar munkatársai online koncertekkel tudtak megörvendeztetni minket, amit az egyetem YouTube csatornáján közvetítettünk. Most azonban ennek a tanévnek az őszétől kezdve egészen gazdag zenei kínálat van mögöttünk és áll előttünk. Októberben ünnepeltük közösen a zene világnapját, novemberben együtt ünnepeltük meg annak a világhírű zongoraművésznek, Cifra Györgynek 100. születésnapját, akinek a kezenyomát az egyetem falai is viselik magukon. Belátható időn belül már készül, fel fogjuk avatni azt az emléktáblát, amit az ő tiszteletére fogunk az egyetemen felállítani.
ugyancsak fontos és rangos eseménynek adott otthont egyetemünk és a zeneművészeti kar. December elején egy nemzetközi Hubay Jenő hegedűversenyt tudtunk, rangos hegedűversenyt megrendezni a karunkon, és hasonlóan, mint a mostani húsvéti koncert, egy nagyon szép karácsonyi koncertet kaptunk a kartól. És az elmúlt időszakban, talán még említésre méltó március közepén a hangverseny az szép volt, az esemény, ami miatt megrendeztük, szomorú, ahogy az ukrán-magyar háború okán a II. Rákóczi Ferenc Beregszászi Főiskola javára egy koncertet szerveztünk, és az itt összegyűlt adományokat eljutattuk számukra. A mai hangverseny programjáról nem beszélek, ezt a kollégák el fogják mondani, de örömmel jelenthetem be, hogy április 27 és április 30-a között hagyományteremtő módon elsőként fogunk egy tavaszi, komoly zenei tavaszi fesztivált megrendezni. A programja mostanra állt össze, holnaptól, holnap utántól fogjuk hirdetni, és úgy szeretnénk, hogy a következő évtől ez rendszeressé válna így nagyjából a tavaszi időszakban a Miskolci Egyetemen. Úgyhogy én arra kérem önöket, hogy akik itt vannak, vagy akik ma nem tudnak itt lenni, számukra juttassák el azt a gondolatot, hogy a Miskolci Egyetemnek van egy nagyon komoly égköve, Bartók Béla zeneművészeti kar, nagyon csodálatos kollégákkal, tehetséges hallgatókkal, és azt gondolom, hogy nagyon komoly szerepük van nem csak az egyetem jó hírének öregbítésében, hanem a sokszor szürke hétköznapokban nyújtanak számunkra vigaszt, és színesítik az életünket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm dékán úrnak és a kollégáknak a mai koncert megszervezését. Köszönöm a közönségnek, hogy ma itt velünk együtt hallgatják végig ezt a koncertet, és azt remélem, hogy az április 27-től 3 napon keresztül zajló komoly zenei fesztiválunk, amiben persze egy kicsi könnyű zene is lesz a könnyű zenét kedvelők számára, de zömében komoly zenei fesztiválon együtt tudnak velünk örülni, ami ráadásul az interdisziplinaritás jegyébe fog megrendezésre kerülni. Itt ül az első sorban az anyagtudományi karunk dékánja, és egy közös koprodukcióban lesz egy láng orgona program, ami a két tudományterületnek az együttműködése és az összekapcsolása lesz. A mai koncert ezt kívánok, nagyon jó szórakozást önöknek, és végül, de nem utolsó sorban, jó egészséget, nagyon kellemes ünnepeket, és nem maradhat el a klasszikus köszöntésünk. Jó szerencsét, köszönöm, hogy meghallgattak. Alessandro Stradella 3 cellón felcsendülő Aria di Chiesa című kamaraműve páratlan betekintést nyújt az itáliai barokk stílus rejtelmeibe. Előadják Burai Laura, Novák Netti és Balogh Zsolt. Művészeti vezetőjük dr. Iván Klára. Thank you.
A következő percekben a kortárs norvég és olasz, valamint a német romantikus kórus irodalom sajátos fúziójának lehetünk szem és fültanúi. Sándor Zoltán vezényletével először Hola, Guillermo, The Ground című darabja szólal meg, Szalovszky Zsófia a zongora kíséretével, majd Mario Lanaro, Stabat Matere csendül fel, Karunk vegyes karának előadásában. Thank you.
következőkben Johannes Brahms Opus 13-as Begräbnisgesang című kompozícióját hallgathatják meg fúvós hangszerek közreműködésével. Vezényel dr. Bartal László. Thank you.
A most következő műsorblokk újra a barokk stílus bűvületében telik. Karunk Fula együttese a francia barokk jeles képviselőjének Joseph Bodin de Beaumartier D-dur koncertójáját adja elő. Művészeti vezető Krajnikné Móri Marianna. Thank you.
Ki ne hallott volna már a német barokk nagy mesteréről, Johann Sebastian Bachról? Ám azt már csak kevesen tudják, hogy a zeneszerző óriás halálát követően közel 100 éven át homályba borult grandiózus életműve. 1829-ben azonban egy ifjú karmester, az akkor még mindössze 20 esztendős Felix Mendelssohn Bartholdy újra felfedezte azt a nagyközönség számára, amikor Bach Máté Passióját tűzte műsorára. Karunk gitárzenekara a mester kiemelkedő jelentőségű alkotásainak sorából ezúttal a harmadik brandenburgi verseny első tételét szólaltatja meg. Művészeti vezető dr. Papp Sándor. Thank you.
A barokk műfajtörténeti szempontból a zenetörténet leggazdagabb időszakainak egyike. Többek között ekkoriban élte fénykorát a tánctételek sorozatát magába foglaló műforma a suite is. Karunk szaxofon együttese Johann Sebastian Bach D-dur szvittjének legnépszerűbb R című tételét adja elő a következő percekben. Művészeti vezető Szepesi Bence és Czakó Péter. Műsorunk végéhez közeledve ismét a kórusmuzsika kerül a középpontba. A már korábban említett ifjú karmester Felix Mendelssohn Bartholdy érdeklődése mindinkább a zeneszerzés irányába mozdult el. Hangszeres és a cappella művei egyaránt a zeneirodalom kifinomult, művészi érzékkel megformált, érzelemgazdag alkotásainak sorába tartozik. Mendelssohn opusz 39-es, három motetta című ciklusának harmadik és második tételeit Laudate Pueri Dominum és Surrexit Christus címmel karunk női kara szólaltatja meg. Vezényel Sándor Zoltán, zongorán közreműködik Gál Eszter. Thank you.
A nagypéntek misztériuma számtalan művészt ikletett meg az elmúlt évszázadok során. Hangversenyünk záró műsorszámaként a zenetörténet legmegindítóbb alkotásainak egyikéből, Giovanni Battista Pergolesi Stabat Materéből csendülnek fel a következő részletek. Stabat Mater, Vidit Sum, Sancta Mater, Facut Portem és Quando Corpus című tételeket hallhatjuk. Előadja a Bartók Béla Zeneművészeti Kar vonós zenekara. Szólót énekel Lénárt Martina és Kovács Eszter. Vezényel dr. Bartal László. Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk mindannyiunknak.